a kardalap mozdulat. Három egyensúlyi pontja van a karnak, csak így nagyon egyszerűen a hegye, a penge közepe, és egy tenyérnyire ideális esetben a mark, vagy ez a szájtól, a szabja formában ezt persejnek hívjuk, itt pedig úgy, hogy a tigris szája kb. Ott van. És akkor, ha ez a tigris szája, akkor ez a nyelve, én ezt szoktam mondani, bár ez nem biztos, hogy autentikus, ezt a nyelvet nem mindig szokták, de van olyan technika, hogy a tigris eltakarja a fejét, akkor így kell tartani, tehát akkor ez a tigrisnek a feje, tehát maga a nyél vagy a markolat, és van, ott, van olyan, amikor a tigris eltakarja a fejét, meg van, ahol tartja a fejét, ott pedig így kell tartani a kezet, vagy így, akkor ez valószínűleg a tigrisnek a feje, akkor ez lehet a szája, és akkor ez a nyelve. És akkor a nyelvnek van három része, egy, kettő, és a hegye. Első alapmozdulatnál a hegyét ormagasságba kiteszed, nyújtott könyökkel, váltól válik hozzuk föl, alapesetben nincs súlyáthelyezés. Aztán lehet súlyt áthelyezni váltszélességben, lehet lovaglóállásban, és úgy is csináltuk a táborban, hogy íjállás, fordított íjállásban, és akkor ez túljén vád, mert a komplexum, amit csináltunk, meg lehet csinálni, de itt látod, hogy a jobb oldalon a kard nem jön közelebb a testhez, tehát nem az van, hogy így nyúlik, hanem kint marad elő. És akkor a hegye így is egy helyben marad. Tudják, hogy Chan Sam Fengnek volt kedvenc foglalatossága, kartáncoltatás éjjel, vagy észre, vagy holdfénybe. Mintem fogyóhold után két napig biztos nem táncoltatott kardot, amikor full sötét van, mert nincs hold. Csak én vicceltem, de hogy ő éjszaka gyakorolta a hosszú kardformát, azt a sen vagy felső táncjenhez is kapcsolják. Éjszaka néha könnyebb meditálni, mert csönd van. Lehet, hogy ez is kapcsolódott ahhoz, hogy ilyen gyakorolt, akkor a sent könnyebb megérezni. Másik kézből bármikor lehet egyébként váltani. Hát nem, itt nem kell megvárni azt, hogy válts. Én most így íjállásban vagyok, fordított íjállás. De lehet bármelyik, amelyik kényelmes súlyáthelyezéssel is. Ja, a kardnál az szokott lenni, hogy a pusztakezes formánál saját magunkat ismerjük meg, az eszközös formáknál pedig a külvilágot, vagy a többieket, tehát a körülöttünk lévő embereket, társakat. Ugye ez egy rajtunk kívül álló tárgy, ami lehet azt mondani, hogy saját önállósága van, tehát nem arra megy, amerre mi szeretnénk, hanem van egy tehetetlensége, és megy valamerre, és meg kell tanulni, irányítani. Így be lehet venni trükköket, hogy hogyan, de az egyensúlyi pontok arra vannak, hogy megtanuljuk őt irányítani. Kommunikációban is van ilyen egyensúlyi pontok, vagy az embereknek az irányításánál is vannak ilyen egyensúlyi pontok, és ezeket keressük, és amikor megvan, akkor azon keresztül könnyen lehet. Tehát azt mondani, hogy a súlypont az egy ilyen pont mindenkinél, ha megteheted és mozgatod, akkor tudod mozgatni vagy irányítani. Kardnál is így van. Ha megvan az egyensúlyi pont, akkor azt csinálsz a kardra, amit akar. Okay. Akkor kettes egyensúlyi pont körül mozgatjuk. Ugyanígy föl lehet tenni. Nagyon sokat láttam a tanáromtól, amikor gyakoroltuk, hogy csípőn volt a keze, volt meg nekem is. Egyébként van egy ilyen kardbűrbájosság. Most nem kell abba tartani, de ha szeretnéd, akkor olyan, mint a nyuszi fül az általános iskolában, a hüvelykúj rajta van a gyűrűs és a kisújnak a körmén. Ez a kardbűrbájosság tartása.
egyensúlyt ad a kardgyakorlatok között. Hát itt is lehetne akár, mint a szabjába tartani, nem ragaszkodom hozzá, és tényleg végtelen sokat gyakoroltuk a kettes, és csípőre tett kézzel, szóval úgy is működik. Mit Kínán kívül jobban ragaszkodunk néha a másik kézbe is, de ezekhez a szabályokhoz, mint Kínában, mert ott mestereknél előfordul néha, hogy csinálják az egyensúlyi gyakorlatokat, hogy megmutatja a formát, és akkor a cigi a szájába van közbe, vagy odaadja a tanítványnak, hogy fogd meg a cigimet, mint itt a vízből, hogy fogd meg a söröm, és akkor nem szép cipőbe vannak, hanem valami lepukkant papucsba, aminek az elején a lábújuk így lelóg. Biztos kicsit ugye az egy számmal nagyobb vagy kinyúlt papucs. És szép ruhába vagyunk, ők ott néha trikóba, meg ilyen boxer alsóba is előfordul egy-két videón. Szóval fontosabb, hogy a kard úgy menjen, ahogy mi szeretnénk, mint hogy nézzünk ki mellette. Hármas egyensúlypont. Az egyesnél a hegye van egy helyben, és a markolat, vagy a gomb, ez a gomb, ez a hegy, a gombja sokkal-sokkal többet mozog. A kettes egyensúlypontnál körülbelül ugyanannyit mozog, egy kicsit a gombja többet, mert a kettes az a penge fele, de ez az alsó része hosszabb, mint a felső, emiatt egy kicsit többet, de majdnem ugyanannyit mozog alja meg a teteje, de itt van egy helyben. A hármasnál meg a hegye az sokkal-sokkal többet mozog, mint a gombja. Itt is föl lehet vinni váll magasságig, kicsit nehezebb, de inkább középső tányt ilyen magasságba tartjuk már a hármasnál, meg a kettesnél is. Könnyebb. Az előbb ez kettes, ez hármas. És nem forgatom a pengét, a csuklót se. A csukló egyenes, 90 fok van az alkar és a penge között. És bármikor át lehet vinni a másik kézbe. Úgy kell tartani a kezet, hogy ne zavarjon, amikor így mozgatjuk. Mócsköknek. Jó. Ez a kard egyensúly gyakorlatok.